2019. Június 1-e. Romániában gyárnak. Hopp. Köd előttem, köd utánam. A földszintet az este megmutattam. A szemületi háló pedig így néz ki a három ágyikóval. Ez valóban nekünk lett itt kitalálva. Pakolás, reggeli, indulás. Nos, mi, de főleg én, még nagyon szép vagyunk pakolva. Ezen gyorsan tudok segíteni. Most már gyakorlatilag mindenek frankóban járhat helyen, elég logikusan sikerült összeállítani a felszerelést. Még csak 6 óra 5 perc. Ez a konyha még sincsen olyan szuperül felszerelve. Kénytelen István ilyenbe melegíteni a reggeli kolbászkákat. Van itt minden, majdnem csak egy normális lábos vagy fazék. Nincsen elérhető minőségben. Üres. Itt is minden. Bögrék vannak. De mondom, pont a főzőedény hiányzik. Sikerül összehozni egy jó korai indulást. A köd is fölfelé száll, ahogy az várható volt. Már nem harapjuk. 7:30 van. A GPS is megtalálja magát lassan. Köszönöm szépen! Have a nice day too! Köszönöm! 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 Bye! Hú, szép ez! Jól néz ki! Szép, ahogy kell! Ez valami csoda. Nem mondjátok, hogy nyihaha. A vadászat a Vörös Októberre című amerikai filmben volt egy olyan mozzanat, hogy Trükkös Iván. Ezt én már máskor eljátszottam. Most ismét eljátszom, hogy legyen egy teljes képünk arról, hogy hol is vagyunk, milyen körülmények között kezdődik a reggeli mászás. Mert igen, hamarosan szerpentinezni kezdünk. Dehogy szállok, hát nem fog meghalni. Ne fossatok már annyira. Onnan jöttünk föl. Arra megyünk még fel, de a látnivaló ezen az oldalon van. Hát ezt el tudnám nézni egy pár órán keresztül. Ebből lehet nagyon érdekes és szép gyorsított videókat készíteni. Lerögzített kamerával.
vagy timelapse-et. De addig meg hömpölyög egy irányba, mint a folyó volna. És a jó út most még jobbá vált. Várjál, szóljál már nekik! Nálad mit jelez? Figyeld, nekem itt lefelé, cikcakkol. Álljatok meg! Délután 1:42 van, megint mire leszáradt mindenünk, megjött a menetrend szerinti eső. Megújás van. Kaptuk lehetőséget, hogy betuccoljunk. Rohadjunk meg már meg. Ez itt az erdélyi sajó, nem keverendő a magyarországival. Igen. Dönget lefelé rendesen. Előbb itt jött egy regionális vonat. Szeretfalva és Déda között építettek 2 év alatt rekordsebességgel vasúti pályát, mikor a második világháborúban hozzákerült Magyarországhoz Erdély ezen része. Hirtelen 2 fősre apadt a túra. Csak Trufi meg én. Gondoljuk úgy, hogy végig tudjuk nyomni. Már csak 34 km a mai szállás. Esik, de már van remény a jó időre. Holnapra meg egészen szépet ígér a meteorológia. Teke fölé szerpentinezünk.
ott megy majd az út tovább a kanyar után. Hello, 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 ja. Igen, igen, Csövi! Hát akkor ebben vannak. Elállt az eső, és én le is vettem az esőkabátot, hogy rendesen tudjak szellőzni. Rupi meg a dunsztolós nadrágját. Hát a szél föl se vettem egész nap. Termoszár van a head kantáros nadrágomhoz felhúzva. Katok. Nem, ezek nem mi vagyunk. Basz. 2019. június 2-a van. Kereken egy évvel ezelőtt 301,3 km biciklisztem. Egy nap alatt, tegnap 141-et, és nem a velencei tavat kerülgettem, hanem Romániában. Négy székely legénnyel uruljuk az utakat. Sajnos valamit beszedtem, mert émelygek. Tegnapi vacsora tésztem még mindig vissza akar jönni. De szállás 140 leért, fejenként szűk 30-ért, vagy nem bő 30-ért, teljesen megfelelő. A kapcsolót lehet olyan hülye nehezen megtalálni, hogy hiába akarom lelőni a világítást. Nem megy, nem megy, nem megy. Ez ilyen 1000 forint egyébként. Hey, jó van. Siker. Este jó sokáig román lagzi volt. Azt sem nagyon élveztem. Fiúk reparálnak. Úgy néz ki, hogy tegnap este bejárható úton nem tudunk végig menni, mert lezárás van. Elterelés. Odalen is el van zárva. De a járda nincs elzárva. Nagykörös 450 km. Érd 531. Gyereknapra készül a város. Itt most tartják. Hát, ha valakit érdekel a Aldi Lidl ajánlat. És igen, jól látjátok. Magyar nyelvű felirat is van az ajtón is. Már benne a termékek egy jó részén két nyelvű feliratot láthatunk. A Maros. Igazán alacsony forgalmú és szinte tökéletes úton
haladunk. Mióta kijöttünk Szász régenből. A baj csak az, hogy nekem nincs semmi erő. Emelkedőkön éppen csak fölküzdöm maga. Hát egészen biztos, hogy a mai napot pihenéssel kellett volna töltenem. De hát két izgalmas látnivaló is van. Eszemágában sem volt kihagyni egyiket sem. Egy porcikám se kívánta ezt a legalább 150 méteres szintet, amit most beraktunk. És el is vesztünk. És itt van Rufi ismerőse. Jó napot! Talán semmi áfonya. Rufi! Aztán óvatosabban közlekedjél, nehogy valami baj legyen. Jó van? De zarándokok vagy mi? Kirándulunk. Kirándulok. Egy 8 napja már úton vagyunk. Szerdán. De honnan indultatok el? Sepsiből. Szentgyörgyről, Szigettől. Igen, fölmentünk Máramaros szigetre, és most jövünk vissza felé, Sepsi felé. Milyen szép utat járunk be. Na, bátyám. Haladok. Legjobbakat, halad, mennem kell, akar, jó? Nincs nálam, amíg megyek. De még szeretném a talán, én is Magyarországon három érdehez Diósdon dolgoztam. Aha. Budapest mellett. Tudom, hol van, persze. Sokan de én is járni. Ott Németországban megint három. Jó van, évet. Vigyázz a pénzedre, hogy kiszóltad, amikor estél. De ilyen ritkaság. Nem. Itt, amit tapasztaltam, mindenki nagyon kedves, nagyon segítőkész, úgyhogy az a minimum, hogy utána jöttem. Hello! Szia! Vigyázzatok! Szép a kapud! Szia testvérem! Szia! Legyetek, vigyázzatok magatok! Úgy lesz! Szervusz! Isten drága, Isten segíten! Téged is! A kis vonat! Kis csőr! Én szobáltátó várvezető. Májusban még nem melegszik át úgy a hóvize, hogy igazából elvegye azt a szokásos. Ezért általában július végén, július elsején szoktam nyitni, olyan szeptember végéig van nyitva, azért, hogy összeszedje, tehát a napsugázás által összejött hőt. Most már elméletileg meg se szabadna engedni, hogy az emberek fürdőzzenek. Azért, mert ugye amikor az ember már bemegy, akkor összekeveri a vizet. Tehát a természetes az, hogy alul van a sós víz, és a tetején van az édes víz. Ha már belement valaki, akkor az megkeveredik, akkor a hőmérséklet már csökken. Ugrottunk egy megyét, Parajd már Hargitában van. És talán még több megköszönő magyar feliratot is látok, mint Szováto előtt.
Csoportosan adom a jegyet, de nincs semmilyen jellegű kedvezmény. A csoportnál ugye, hogy a felnőttek még 20, utána egy ingyen megy be, a 21-edik, más nincs. Tudtad, hogy itt télen a sót havazzák? A római korig visszavezethető parajdi sóbányászat Erdély gazdagságának egyik alapja volt a középkorban. Az összetételében egyedülálló gyógyhatással bíró fehér arany már a múlt század közepétől gyógyítási célokat is szolgál a gasztronómia mellett. A kitermelés egyik szintjén óriási népszerűségnek örvend a gyógyulni vágyoknak berendezett gyógyközpont. A Kárpát-medence legjelentősebb sókitermelő vidékének központja Parajd. A parajdi só az óceán kiszáradásakor keletkezett, tartalmaz minden ásványi anyagot és nyomelemet, szennyeződéstől és adalékoktól azonban mentes. A Székely udvarhelytől 38 kilométerre a Kiskiküllő mentén található településen már római korban is sót bányáztak. Hiteles írásos dokumentumok első ízben 1405-ben említik a sókitermelést itt, a föld alatti bányászat 1762-ben kezdődött meg. A parajdi sóréteg vastagsága csak nem 3 kilométer, átmérője pedig eléri a más felet. És már mint tudni lehet, még a Római Birodalom korában is működött a sóbánya, de majd ahogy visszavonultak a római seregek... Nem vitték magukkal. Nem vitték magukkal. A gigantikus sóbánya a nyári szezonban napi több ezer látogatót vonz, akik külön busszal indulhatnak el a falu központjából. Egy nagy, jó szerencsét feliratú bejáraton át a Sóhegy gyomrába, egy másfél kilométer hosszú alagúton. Oda lenn nem csak a só gyógyító erejét a kihasználók, de a kikapcsolódni vágyók is bőven megtalálhatják számításukat. A 90-es évektől folyamatosan kiépülő turisztikai központ a szórakozások gazdag tárházát biztosítja. Világítással és szellőztető rendszerrel ellátott tárnákban alakították ki a kalandparkot, a játszóteret. Szobrász és festőtáborok működnek, sőt, ökumenikus istentiszteleteket is tartanak az itt megépített kápolnában. 2009-től már étterem is működik. A helyi finom ételek kóstolása mellett a borok szerelmesei a táj különböző fajtáival ismerkedhetnek. A bánya látogatás szívbetegeknek, magas vérnyomásban szenvedőknek és klausztrofóbiásoknak nem ajánlják. Ismét a napi gyakorlat. Ez már rutinszerű. Úgy beszéltem meg a fiúkkal, hogy nem vagyok százas, elindulok. Míg ők dolgoznak a bringán. Pichter Patika. Gyergyó pedig 51 kilométer. Nem hiába már a többieknek ismerős tájákon járunk. Most én még itt nem akartam összevásárolni semmit. Két napot nem akarom még cigölni. De majd
családnak veszek ezt azt. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Az Ábel a rengetegben. Című könyvben olvastam. Tamási Áron. Vége van egy kis csend, mert igencsak forgalmas az út. A Farkaslakai hágóra tartunk. Már Farkaslaka közig területén belül vagyunk. Ilyen kis patak folyik. Ketté vágva a hegyet. Ez meg jó húzós kaptató. Mondták az öregek. Korondon, hogy kemény lesz. Hát erre mondtam, hogy én megcsinálom. Dolgozott a víz. Az előbb már volt egy ilyen szakasz. Teljesen kimosta a szalagkorlátnak az alapzatát. Gyorsáron. Mindenáron. Úgy néz ki, hogy a sírját fogjuk először megnézni. Tud magyarul a pápa. Ez mintha erre akarna valamit. Székelyudvarhelyen úgy néz ki, hogy megint kiveszünk valami panzió szobát.
oda tekerünk. 11 kilométer a város központja. A többség nem akart visszafordulni, én itt maradtam volna szívem szerint. Hú, de hihetetlen látvány. Szembeszél van, az újban most fogunk beleszaladni, ott meg fönn a Krisztus kilátó. El sem tudom megmutatni. Minden másodperc számít. Rá kellett volna nagyítani. Tehát most szaladunk bele az újba. De miért nem lehet egy rohadt napot kifogni, hogy nem esik az eső? Nagy csoda kell ahhoz, hogy ez ne terítsen be minket. Hát álljátok a kanyarba, itt a tető. Valószínűleg nem indult el addig a kamera, de a Jézus szobornál cikázott a villám. És van esély, hogy megúszunk, basszus. Még ilyet, azt a rohadt. Ezt nem gondoltam volna az előbb. Nos, akkor szedjük a cipőnket. A völgy végén feltűnt udvarhely. Székely udvarhely belterületén leszünk hamarosan. Kerékpárút jön ki egészen Orbán Balázs sírjáig. Ő a nagy leírója Székelyföldnek. Rengeteget idézik, amikor be kell mutatni ezt vagy azt Székelyföldön. Részletesen feldolgozta a kutatásait. Igazán magyarországi a kerékpárút minősége. És akkor jönnek ezren. Székelyföld második legnépesebb városa.
éjjel a Hajdú panzióban szállunk meg. Székely udvarhelyen. Nézd ki, hogy ez a Hajdú család. Itt a környéknek a elég menő vállalkozó családja. Ha nem véletlen, akkor szintén őket sejthetjük a automosóban is tulajdonosként. Nem tudom, hogy a ház alatt lévő vegyesbolt az övéké lehet-e, de az a nagy ház szintén a bringáinkat pedig oda raktuk be hozzájuk. Ott parkolnak a bringák. Na, egyébként ilyen kilátás van. Robi és Sanyi, Kowalski meg a koncert. Mindig ezt mondom, Kowalski meg a Vega koncertre készülnek. Az eső pedig azért csak megérkezett ide is. A reggelit majd ide fogjuk megkapni. 10 lejbe kerül, a szállás egyébként 50 lej. Hát ez 3500 forint. Eddig a legtöbbet fizetjük itt, de ez magyar viszonylatban nem is egy kemény ár egy ilyen jellegű helyért. Mindjárt megmutatom a szobát, és csak a fiú szanaszét vannak, mert hogy majd elmentek, és akkor meg fogom mutatni. Ez a kiürítési terv tűz esetén. Ezt a szobát kaptuk tehát összesen 180 leért. De nem kell meglepődni ezen az áron, mert a fiúk azt mondják, hogy udvarhely igazán el van szállva az áraival. És központ tudni a fene, ez pedig a fürdőszoba. És még tartozik hozzá egy ilyen hatalmas tükrös szekrény. Ez már itt víz, a valamikori pálinkás flakonban. Nem érzem jobban magamat, hogy egy kicsit kúráltam belőle magam. Sanyi és Robi elmentek Kowalski meg a Vega koncertre, ahogy ezt mondtam. Pedig úgy döntöttem, hogy addig, amíg bírom ébren, megcsinálom a napi blogomat, és nekiülök Cobra Kai legutolsó filmjének. Magyar nevén felső szőcsön virrat ránk a reggel tej sűrű köddel. Ízlésesen berendezett faházunkat hozott reggelink, és a házigazda kávéja után hagytuk el immár ígéretes napsütésben. De csalóka is volt ez már megint. Legelő nyáj és sajkészítő pásztor mellett másztunk a dombtetőre hibátlan aszfalton, ha csak a kihajtott marhák akmáit nem vesszük bele. A túloldalon rácsodálkoztunk a belátható völgyeket kitöltő köttengerre. Szerpentinen pont az egyik ilyenhez tartottunk lefelé. Majd egy folyó mentén Nagy Iramban Betlen, azaz Beklán városhoz értünk. Míg István megszervizeltette elpattant küllőjű hátsó kerekét, mi egy eldugott kisboltnál ültünk le. Tulajának mamája boldogan szolgált ki magyarul, mert mindig öröm neki, ha vérei betérnek. Egyébként ez az a város, ahol az egy héttel ezelőtti érkezésem útvonalán a vasutat először kereszteztük. Nemzetközi főúton faltuk a kilométereket. Nem voltak látványosságok tervezve, amolyan összekötő haladós napra kell most gondolni. 70 kilométerig nem is volt gond a szembeszélen kívül, de megjelentek a bajos felhők, és nem ciciztek sokáig. Egy ház mögötti nyitott ponyvás garázs lett a menedék, melynek tulaja kávéval kedveskedett. Másfél óra után beállt az esőszünet, de akkor meg Sanyi szákával bekapott defektje fogta meg a bandát. Végül együtt vágtunk neki az utolsó, Szászegenig tartó szakasznak, ahol a pötyögő eső többek kedvét is elvette a folytatástól. Nem így voltunk ezzel, Tufi meg én. Még a többiek, hogy furgonba pakolták magukat,
Mi Szerpentinen és Fensíkon keresztül megjavuló időjárásban érkeztünk a háromnyelvű, eddigi tapasztalataim szerint legszebb városba. Ráadásul a kinézett panzióhoz szinte egyszerre, a többiekkel. Nagy közös vacsorával most nem zártuk a napot, én magam szinte beájultam az ágyba kivételesen nem István, hanem Fufi mellé. Szászrégeni szállásunk este kissé zajos volt. Úgy 11-ig mentek a slágerek a helyi sztártól. Igaz, jobban izgatott, hogy velem mi a fene történt, ugyanis az acskós főtésztával készült vacsora sem esett túl jól, a ráivott sör után pedig azonnal elindult a fejem lefelé. A szobába rohanva elvágottam az ágyon, és nem is volt kedvem mozdulni onnan. A Trufival az első egy ágyban töltött éjszaka hasonló nyugtalanságban folyt le, reggelre sem mentek le az utolsó falatok, izmaim fájtak, csak gyengeséget éreztem mindenemben. Rövid városnézésünkbe beleszólt, hogy a gyereknap miatt a központot lezárták. Alidőnél bevásároltunk és reggeliztünk. Én csak egy kakaót és pár szezámos kekszet ettem. Kissé hűvös, de napos időben indultunk tovább a városból. Akkor derült ki, hogy alig megy a tekerés. Elénk jött Trufi régi ismerőse, Józsi a versenybringáján, így hatan indultunk tovább, de nem tudtam tartani az iramot. Az első faluban egy barna emberke eléggé küzdött a bringájával, csak nem elbukott, mikor vissza akart térni az aszfaltra. Közben pénze szétszóródott. Mire összeszedtem, messze vidított sportos pólója. A kapujában kaptam el, és balga módon angolul magyaráztam, mi az a köteg lej a kezemben. Ő román után magyarul szólt, és innen nem volt nehéz senkinek. Annyira nem is volt betépve, vagy hirtelen kijózanodott. A szomszéd falu végén Józsi meghívására ittam citromos sört, de nem tért vissza a komfortérzet. Trufitól elfogadtam valami fertőtlenítő bogyót, de leginkább lefeküdni lett volna jó. Szobátára érkeztünk. A medvetó megismerése egy kis hallgatózással sikerült, ugyanis magyar nyelvű idegenvezetés ment éppen. Józsi elhívott magához, és ott végre ledöltem kicsit. Jobb állapotban voltam, mire egy óra múlva palajt felé távoztunk. Velünk volt Józsi ingyenes belépés biztosító kártyája. A bányába percekig vitt minket a csuklós busz a föld alatt. Kiszállva megcsapott a sós levegő. Száznál is több lépcsőn jutottunk le a valamikori bányamma szórakozást és gyógyulást kínáló óriási csarnokába. Engem a környék sóbányászatának története érdekelt, főleg a többnyelvű tablókról. Bringáinknál kiderült, hogy Sanyi megint bekapott egy defektet, ezért én előre mentem. Korond ajándék bojtjait egyedül nézegettem, majd vártam a bandát. Kiderült, Robi lánca elszakadt, aztán Sanyi megint defektet szerelt. Jó sokára elkezdtük mászni a hágót farkaslaka felé. A tetőn aztán a napi eső jelei jelentkeztek, amire mindenki jól bepöccent. Farkaslakán megnéztük Tamási Áron sírját és az emlékházát kívülről. Dörgött és villámlott a Krisztus kilátónál, mikor az utolsó szakaszra nekilendültünk. Én szívesen maradtam volna ott, mint biztosan a vizes pokolba menjek önszántamból. Végül a többieknek lett igaza, és hátul rám is csak pár csepp hullott. Székelyudvar helyen álltunk meg, és úgy éjszakáztunk, mint még soha. István és Trufi rokonoknál, én a 2-20 évessel egy panzióban. Szia! Hát te mit nézel? Úgy értem azután, hogyha ennek a videónak vége. Na figyelj, maradjon köztünk. Most én tudom neked ezt ajánlani. Vagy itt van ez, hogyha még nem láttad. De ennek egészen biztosan örülni fogsz. És hogy a következő feltöltéseimről ne maradj le, itt fel is iratkozhatsz a csatornámra.